Egy kis játék a Csodavárban, ahová szívesen járnak játszani a gyerekek, és nem csak a fogyatékkal élők, Down-szindrómások vagy autisták. A Csodavárban együtt játszhatnak, együtt tanulhatnak az egészséges és az eltérő fejlődésű gyerekek. Korábban a fogyatékkal élő gyerekek csupán 5%-a részesült korai fejlesztésben ebben a régióban. A nyíregyházi Csodavárnak köszönhetően azonban a szülőknek most már nem kell több kilométert utazniuk, hogy korai fejlesztő foglalkozásokra vigyék Down-szindrómás gyermekeiket. Nagyon szeretjük, én külön jelentőséget tulajdonítok a csoportosnak, a szociális készségeit rendkívüli módon fejleszti, az egyéni meg hát nyilván azokat a képességeit, amire most szükség van, itt gondolok elsősorban a beszédindításra, meg az ilyen egyensúlyérzék, ezek a szenzoros tornák erre nagyon-nagyon jó. A Down Egyesület ernyőszervezetként fogja össze az országosan 16 szervezetet tömörítő Down háló tagjait. A szervezet a gyerekek fejlesztésén túl közösségi formája és segíti a családokat is. Nyíregyháza után Budapesten is hamarosan megnyílik egy hasonló fejlesztőközpont, de a program elérhető Mátészalkán és a határon túli térségek számára is mintát nyújt. Ha mindenki ideig becsengettek, programmal tudtunk segíteni az Egyesület munkáját, és hát ebben biztos vagyok, hogy a későbbiekben is tudunk nekik konkrét segítséget is nyújtani, de talán ennél még fontosabb az, hogy a szélesebb társadalmi közegben népszerűsítsük az ő tevékenységüket, minél több emberhez eljusson az az üzenet, amit ők közvetítenek. A héten kromoszóma napokat tartanak a Csodavárban, az érzékenyítő játékok segítenek más bőrébe bújni. Van a kihívás játékunk, ez a 0321 kihívás játékunk, amelyet kifejezetten a Down Egyesület azért fejlesztett ki, hogy a gyerekek felnőttek a játék folyamán, betekintést nyerhessenek abba, hogy egy Down-szindrómásnak milyen mechanizmusokon kell keresztül menni, hogy egy-egy adott problémát meg tudjon oldani. 100-150 Down-szindrómás gyerek születik évente Magyarországon, 8000-en élnek. A fejlesztő programok segítségével könnyebben integrálhatók az oktatásba, a társadalomba, és javítható életminőségük is.